Szinte diónagyságú jégdarabok kísérik a viharos esőt Nyíregyházán. A hirtelen jött csapadék és az orkán erejű szél pedig ilyen komoly károkat okozott két évvel ezelőtt a Vármegye székhelyen. Nem csak az érezhető felmelegedés és például a tavalyi asszály, hanem a régiónkban is egyre sűrűbben kialakuló villámárvizek és hirtelen fellépő viharok is a klímaváltozás fokozódását jelzik. A globális változások okairól Tömöri Mihály, a Nyíregyházi Egyetem docense beszélt 35 perc című műsorunkban. Elmondta nem csak a természeti hatások, hanem a nagymértékű üvegházhatást növelő gázok kibocsátása is nagyban hozzájárul a szélsőségesebb időjárás kialakulásához. A tudományos életnek a szereplé már mondhatjuk azt, hogy évtizedek óta kongatják a vészharangot ezzel kapcsolatban. És a tudományosságon belül azt kell, hogy mondjam, hogy konszenzus van abban a tekintetben, hogy az elmúlt évtizedekben tapasztalható klímaváltozás egyik döntő tényezője az emberi tevékenység, elsősorban az üvegházhatású gázoknak a, a növekvő kibocsátása. Ugye valóban a közvélemény csak az elmúlt években kezd el igazán szembesülni ezzel a témával, hiszen most már valóban, ahogy említette, az elmúlt években olyan súlyos időjárási események, katasztrófák következtek be, amit már mindannyian a, a bőrünkön érezhetünk. És ugye természetesen, mivel ugye a klímaváltozás az egy globális jelenség, ezért az azzal szembeni fellépés is csak globális keretek között lehet hatékony vagy hatásos. 1,2 Celsius fok, ennyivel emelkedett a föld átlaghőmérséklete az iparosítás azaz a 19. század második fele óta. A globális cél, hogy ez a felmelegedés semmiképpen se lépje túl a 2 Celsius fokot. Ebben a tekintetben volt fontos lépés 2015-ben a Párizsi Klímaegyezmény elfogadása. Ezt az ENSZ valamennyi tagállama aláírta, rögzítve ezzel, hogy minden nemzet korlátozza az üvegházhatású gázok kibocsátását. Emellett azonban minden háztartás felelős azért, hogy csökkenjen az energiafelhasználás. Azt láthatjuk, hogy sokan ugye elkezdték szigetelni a házaikat, lakásaikat, napelemeket szereltetnek föl azért, hogy csökkentsék az energiaszámlájukat. És ez természetesen nem csak a saját pénztárcájuknak jó, hanem az egész bolygónak is, hiszen hogyha energiát tudunk megtakarítani, akkor ezzel mérsékelhetjük az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását is. Tehát ugye járulhatunk a klímacéloknak a, az eléréséhez. Tehát én azt gondolom, hogy a, a gazdasági ösztönzők a lehető leghatékonyabb eszközök annak érdekében, hogy el tudjuk érni ezeket a célokat, és hogy mérsékelni tudjuk a, a klímaváltozásnak a negatív következményeit. Tömöri Mihály hozzátette a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajz Intézetén is egyértelmű törekvés az, hogy ne csak nagy tudással rendelkező, de valóban környezettudatos szakembereket oktassanak és neveljenek, hozzájárulva ezzel a klímacélok hosszú távú népszerűsítéséhez.